Ebben a hónapban, ha az időjárás is engedi, több meteorban, vagyis hullócsillagban is gyönyörködhetünk. Augusztus ugyanis a hullócsillagok hónapja. Bár telihold lesz aznap éjjel, ha szerencsénk van, szemtanúi lehetünk a Perszeida meteorrajnak is. Hát a hullócsillagokat nem tudunk ezzel nézni. A csillagdában péntek este rendezik a csillaghullás éjszakáját. Kötél László csillagász például előadást tart az érdeklődőknek a naprendszer kisebb égitesteinek kutatásáról. Mint mondja, igazán érdekesek a meteorok, sok mindenre lehet következtetni belőlük. Hogyha pontosan észleljük az útvonalát, fényességét, az egyéb adatokat, ezt leírjuk, esetleg be is küldjük a megfelelő helyre, akkor a tudósok ki tudják számítani ennek az égitestnek a pályáját, és hogyha sok ilyen észlelés van, sok meteort látunk, abból tudunk következtetni a naprendszerben az ilyen apró égitesteknek az elhelyezkedésre. Tehát ezek általában porszemek, ezek a meteorok, és ugye a naprendszerbeli por anyag elhelyezkedésére tudunk következtetni. Igyekszünk megmutatni az aktuális csillagászati jelenségeket az érdeklődőknek, mondja Trubka Zoltán, a Szabadművelődés Háza munkatársa. Szerencsére sokan érdeklődnek a tudomány és az égbolt iránt. A csillagászat mindenkit érdekel, az a tapasztalat itt a Fehérvári csillagdában, hogy az óvodásoktól kezdve a dolgozóktól keresztül a nyugdíjasok, mindenkit érdekel, és mindenkinek van valami élménye, kapcsolata, érdeklődése a csillagászattal, az égbolttal kapcsolatban. Aki személyesen nem tud részt venni a csillagászati előadáson, a Szabadművelődés Háza internetes oldalán élőben is nyomon követheti az eseményeket. Az első feljegyzések a meteorokról a kínai csillagászoktól származnak Krisztus után 36-ból. A hiedelem egyébként, aki hullócsillagot pillant meg az égen, annak teljesül egy kívánsága. Pénteken tehát mindenképpen érdemes lesz az eget kémlelni, akár innen a csillagdából is. A Fehérvár televízióban Lukács Marietta riportját látták.